Valamikor a 90-es évek végén, amikor a televíziós piac már átalakult Magyarországon, akkor volt egy nagyon furcsa változás, egy olyan fontos műfaj, amit mindannyian szerettünk és élveztünk, valahogy elkezdett kikopni a televíziózásból, és ez volt a dokumentumfilm. Ami ezért is a legnagyobb kár volt, és talán ez most változott, de majd mindjárt kiderül. Szóval azért volt kár, mert ez a műfaj talán a világ nem fikciós megismerésének a legfontosabb eszköze. A jó hír viszont az, hogy manapság ez már nem teljesen így van, sőt annyira nem így van, hogy dokumentumfilm fesztivál lesz most Budapesten, itt van a két szervezővel, nem jó reggelt kívánok. Reggelt. Négy szekciója van ennek a bizonyos budapesti nemzetközi, mondjuk ezt nemzetközi ráadásul, nemzetközi dokumentumfilm fesztiválnak, és mindegyik szekciónak az a kezdő két szava, hogy nézz szembe az öregedéssel, az elnyomással. Miért ez lett a téma? Hát először is a témákat a világban megjelenő dokumentumfilmek szabják meg, ezt nem mi találjuk ki. Mindig vannak nagyon fontos témák. Ugye senkinek nem mondok újat, ha azt mondom, hogy menekült kérdés. Hát nem. Hát ami éppen napirenden van a világban, de az lehetséges az is, hogy rengeteg film van nagyon idős emberekről, mert sok az idős ember, és érdemes róluk bűbájos, humoros filmeket csinálni, mert hogy ők olyanok bölcsek és humorosak. Tehát megtalálnak minket a filmek, mert látjuk, hogy mi a felhozatal, a világ legjobb filmjei milyen témakörök közé gyűlnek. Mondjuk mi elég ötletes címeket adtunk, más nemzetközi versenyfesztiválok, sokszor csak a hosszra, hosszú filmek, rövid filmek, vagy egyszerűbb. De mi azt mondtuk, hogy már ez is izgalmas legyen, hogy milyen témakörök közé csoportosítunk. A szembenézés amúgy arra utal, hogy ezek a filmek megtörnek valamit, egy olyan előzetes gondolatunkat ezekről a témákról, amik benne vannak a köztudatban. Mondta Ági a menekült kérdést. Valamit gondolunk a hírekből, olvassunk róla, de ezek a filmek megmutatják, hogy mi van ezek mögött. És szembenéz körülbelül az olvasottakkal, a hallottakkal, megmutatja, mi a valóság, mi az igazi történet ezek mögött. És hát ezek a filmek azért sokszor évekig készülnek. Mm. Tehát itt ezek először is filmek, amit mondtál, azért nagyon hálás vagyok, mert igen, a dokumentumfilmről kényszerképzetek vannak manapság, valóban kicsit kiszorult, és nem is tudják itt az emberek, hogy ugyanakkor a világban a legszárnyalóbb kategória, mert ezek filmek. Csak éppen húsvér szereplők, nem színészek, nem előre megírt forgatókönyv, hanem az élet írja. De bizony, amikor egy dokumentumfilmes elkezd dolgozni, akkor sokszor 10 évet gyűjt össze 70 percbe. Olyan ereje van egy ilyen filmnek, hogy ezt nem alszott ki másnapra. És mennyi munka van egy ilyenben? Hogy áll? Ugye én egy kicsit itt temettem a bevezetőben ezt a magyar dokumentumfilmes műfajt, bár azzal, hogy remélem, hogy ez most változott. Hol áll most a magyar dokumentumfilm gyártás, vagy a dokumentumfilm alkotás, inkább úgy mondom, a világhoz? Hát én csak hagyd mondjak annyit, mert én magam is dokumentumfilmes vagyok, aztán a Rita majd átveszi a szót, most mondok egy ilyen szépet, a magyar emberek azért elég tehetségesek. Ha körülmények nincsenek, akkor is mindig így földugják így a fejüket, így próbálják így lenyomni, meg nem segíteni, meg nem támogatni, meg nem jó a rendszer, meg azt mondják, hogy de jó, de nem jó a rendszer, azt most én itt merem mondani, hogy nem jó a rendszer, a támogatási rendszer sem, nem szakmai, az egész világon ezt már kitalálták, itt nem működik jól ez a rendszer, de valahogy mindig ott vannak a világ versenyfesztiváljain a magyarok, és nyernek is. Valahogy, igen. Hát. Az én vágóm, akivel együtt szoktam dolgozni, egy német srác, és ő mondja mindig, hogy ezeket a magyarokat azért szeretik mindenhol, mert még valahogy összebarkácsolják. Na hát ezt is valahogy összebarkácsoljuk. Az más kérdés, hogy ezek a filmek, amelyek nyerik szerte a világba a díjakat, sokszor nincs is bennük magyar pénz. Most is lesz a fesztiválunkon olyan magyar film, amiben nincs egy fillér magyar pénz sem, mégis komoly díjakat nyert a világba. Tehát így állunk. Azt mondtad az elején, hogy vannak olyan témák, amelyek úgy mindenkinél úgy elő-előkerülnek, említetted a menekült kérdést. Vannak ilyen dokumentumfilmesek számára népszerű, a világ minden, tehát a Tájföldtől Kanadáig olyan témák, amik úgy mindig mindenkinél megjelennek? Sors. Nagyon látványos. Emberi történetek amúgy minden. Minden film egy emberi történeten keresztül mutat rá valami nagyobb kérdésre. De nagyon általános témáink is. Vannak a család például, szülő-gyerek viszony, de ugyanúgy ott vannak a politikai témák, a közéletik, vagy például a másság, és ez mindenféle másságra vonatkozik. Például van egy filmünk Érpatak modell címmel, amit egy holland rendező készített elég meglepő módon az érpataki helyzetről.
talán így könnyebb is volt neki, nem? Mert hogy ő nem volt benne ebben a helyzetben, hanem kívülről nézte. Nem fél, és nem itt kell pénzt szerezni egy kritikus filmre. Látszik is a filmen, hogy ez egy... Szabadon készítette. Igen. De hát amit a Rita mond, hogy családok, tehát hogy azért ezek nagyon érdekesen szélsőséges dolgok. Tehát sokszor még a sajtónak sem merjük úgy mondani, miről szólnak, mert félreérthető. Tehát ha én most azt mondom, itt komoly nézők vannak, tudom, ennél a televízián, tehát merem azt mondani, hogy azért az, hogyha én azt mondom, hogy három film is arról szól, hogy bizonyos helyzetekben az egyedüli út, a családból való kitörés egy fiatal egy gyerek számára, ugye ez nem hangzik jól. Nem lehet általánosítani. Vigyázni is kell vele. Ezt így nem is reklámoznám, de bizony, vannak olyan kőkemény, szélsőséges helyzetek, hogy a könnyed csordul ki, micsoda emberi sorsok, micsoda drámák, micsoda küzdelmek, és nem átlagos helyzetek sokszor. Úgyhogy általános érvényre nem is emelhetőek, de nagyon-nagyon komoly emberi történetek. Azt most beszéltünk az alkotók szempontjából egy kicsit, a közönség szempontjából. Mennyire szeretik, vagy szeretjük mi a dokumentumfilmet? Mennyire nézik ezt ma Magyarországon? Meglepő amúgy, hogy amikor eljön már a néző, akkor nagyon szereti, nagyon hálás, és rácsodálkozik arra, amit itt az Ági az előbb elmondott, hogy ezek igazi filmek. Tehát nem riport, nem televízióban az értelemben, ami mondjuk egy hírműsor vagy egy bulvárműsor, hanem film. Ugyanolyan története van főszereplője, mint egy játékfilmnek. A különbség az, hogy valódi emberek a főszereplői, de pont itt hallottam, beszélgetetek korábban filmekről, meg úgy vannak elkészítve ezek a filmek is, mint a játékfilm. Mozi élményt adnak, moziba mennek mindenhol a világon. Tehát ezt megérzi a néző, amikor beül a moziba, és imádja. Imádja azt is, hogy utána itt vannak az alkotóink, minden filmhez meghívunk, vagy szereplőt, vagy filmkészítőt, és vele lehet beszélgetni. És ezért, amikor kijöttek tavaly volt az első fesztiválunk, a nézők, amikor kijöttek, hálát láttunk az arcukon, ez így furcsán hangzik, de gyakorlatilag öröm, rácsodálkozás és hát tisztázódik a félértés. Tehát még mondom, ez a műfaj szárnyal a világban, itt tényleg még keverik. Keverik az ismeretterjesztővel, ezek nem a hangyáról szólnak, ezek nem archívok Hitlerről, ezek valóban, ez egy művészeti kulturális alkotás, ami mellette, én mindig azt mondom, szórakoztató mélység. És jövő szerdától szórakoztató mélység, és hol? Mert hogy kellett egy kicsit költözködni is a... Urániában, mert ugye beázott szegénynek az alsó két terme, úgyhogy a gyönyörű szép európai nagy terme a premier termünk, és egy vadonatúj kis moziba, a Teslába költözünk át a Kazinci utcába. Most nyílik velünk gyakorlatilag. Hát sok sikert kívánok, önöknek pedig azt kívánom, hogy menjenek el és nézzék meg ezeket a dokumentumfilmeket, biztos nagy élményt fognak adni.